ablakot! Át kéne menni! Ennyi, nyomjad! Pussz át a másikot! Menj! 3-2! Menj! 3-2! Ez megint kihagyunk lőni. Oké. 3-2-1! Nyomjad! Talán! Menjen vannak! Átmenjek? Tarkod! Szoktál, van valaki? Van valaki, nem tudjuk kiszedni. Miki, figyelj, gyere ide! Miki, figyelj! Oda át! Oda át! Akkor ki akar átmenni? Megyek én! Mi, megyek! Nagy vagyok! Jó van, akkor menjél! Jó van? Maradj Google-ra! Oké, benn vannak a fiúk, jó? Jó, Nyugi! Nyugi! Megyünk a dolgyának. Megyek Nyugi! 3-2-1! Gyerünk be az épületbe! 3-2, gyere! Óvatosan, menjél! Gyere! Itt van egy! 2. És hogy érzed magad életed első VIP személy kísérésén? Mondasz, hogy legyen jól. Biztonságban érzed magadat. Teljes értékben. Kifelé figyelj. Tiszta biztonság, és ez a helyzet. Kicsit felesedik a szemüveg, de egyébként tök jó minden. Néha nem látok, de nem baj. És milyen érzés, hogy egy afgán szabadságharcos kísér? Hát ennél jobban nem is kívánhatom volna. Ha valaki el akarja rabolni, felrobbantom. Teljesen biztonságban vagyok. Jó, guggolj le, Tomi! És benne vagyok Béla. Tárazzál szépen! Ne idegesíts, menjen, ez rossz az éket, mondod jól már. Adok két, várj! Kell! Ott van elől valahol a mestervész, figyelj! A tárat kilépten, de mi a kurvanyámnak? Hol? Hol lehet vajon? Nem tudom. Itt előttem a bokorban. Valakinek ki kéne menni, azt tűzik. Kész! Nem akarunk egy a legnagyobb darab áldozza fel magát, mi? Kapd be! Na! Menjek, vállalom! Nem, akkor toljuk neki, Zoli! Szedd szét a bokrot, és akkor elindulunk, megyünk! Na. Menjél! Béla, így! Ja, hogy itt lőnek? Nem szóltat a gyerekek! Hát bizony! Vigyázz az úton, ketten! Thank you.
most egyben vagyunk, nem? Valaki benét? Mit itt összülnék meg azt? Integes! Piros pont. Szervező, jön, kamerázok, hello! Parancsoljatok! Most már nem nyomtuk fel őket eléggé ahhoz, hogy a dzsindzsán menjünk? Ha az ágyú belövőt elértétek. És úgy van, hogy ők akkor állhatnak oda védekezni. Figyelj, ezt most baszottul itt meg kell nézni, ez a második ilyen VIP. Onnan tudjuk szórni az utat. Abba be lehet menni oda a kis épületbe. Köszönöm. De itt nem itt, hanem még nem itt, itt picit előre. Szembe, ahol védtetek, ott igen. Még egy 5-10 méterre menjetek előre, és onnan csapjatok rá az épületre. Ákos, ha megvan az épület, akkor szóljatok. Jó. Húzzatok. A kis épületet meg kéne srácot tartani, vagy elfoglalni. Bemegy még egy épületöst is ilyen, dodékat. Megyek, én is születem. Megyek, arra én is. Hol vannak? Hol vannak? Hol vannak?
gyorsan elővenni! Hogy viselkedik eddig a VIP? Szörnyen. Ilyen rosszmodorú embereket még nem kellett kísérnem életem ilyen hosszú szakaszába, és nem tudom, szóval lehet velem van a hiba, de ő egy szörnyű ember. Hát akkor tegyük fel szavazásra. A szavazók 139%-a azt mondta, hogy nem Duduval van a hiba. Köszönöm a hitet és a bizalmat. Remélem nem okozok csalódást. Na most van ilyen? Van, láthatod. Nekem nincs az elfűzésem. Házna? Házna. Sárga, gyertek. Lehetett, hogy sárga. Krisztiát most szedte ki a gyerek onnan. Van ott még valaki a másik oldalt. Mennünk kéne pedig az biztos szóba jutni. Arról lesz. Most jönnek majd. Dudu, egy látványos csőre rántást. Már csőre vagyok rántva. Látszik. Most nem tehetek róla. Nem pózolkodunk. Gyere utána. Figyelj, a regépületben nincsenek, tehát a regszobában nincsenek. Tehát a mellette lévő három sötét ablak. Igen. Szerintem menjünk vissza, mert itt nem csapdos jobbra-balra az vinagrán. Vacsány, nyílt a goló! Hát az ott is pasztom, úgyhogy mindegy. Pasztom mindenhol, bazd meg érted. Hát ez fúl, végig pártáz az a három ablak. Nem tudom, Máté kiszedték onnan a kiségületből. Mert onnan megkérdezik. Nakszéna milyen? Elmegy. Nem láttam még eddig senki. Ezt kamerára hol kaptak el? Tökre pont vagy. Hol lőttek meg? A majom! Lezápítottak? Jó! Csapat!